A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai vendégem Luzsi József, magánerdész, erdőtulajdonos, a Magyar Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének tiszteletben elnöke, illetve a Magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Én is köszöntöm a tévénézőket. Sokszínű lesz a mai műsorunk, annál is inkább, hiszen kell, hogy beszéljünk magáról, az erdőről némi előzetesként, és nagyon-nagyon fontos most a vidékfejlesztés értelmében azok a pályázatok, amelyek rövidesen megjelennek, illetve természetesen szó kell, hogy essék Brüsszelről is, hiszen nemrégiben elment egy levél, amelyben az agrárgazdák, a Magyar Agrárkamara különböző státuszú vezetői egy levelet fogalmaztak meg elnökasszonyhoz. Ez nyilván az ukrán gabona és az összes többi olyan feltételeket szeretnék megvalósítani, amelynek mentén a magyar mezőgazdaság tovább fejlődhet, illetve hát a csökkenés a recessziókán megszűnhet. Kezdjük az erdővel. Én azt gondolom, hogy mint az erdő, mint a természet törvényei szerint működő élő rendszer egy rendkívül fontos történet. Ön ebben nőtt fel, ezért dolgozott hosszú-hosszú ideig. Mi újság a magyar erdőkkel, hiszen itt jó néhányan azt tapasztaljuk az elmúlt időszakban, hogy az erdőgazdálkodás, és ez így van Fejér megyében is, a Vadex révén, bizonyos értelemben, ha úgy tetszik, szárnyal. Legalábbis itt Fejér megyében mondhatjuk. Az erdőgazdálkodás egy nagyon bonyolult biológiai életközösségnek a kezelése. Ugye erdészre azóta lett szükség, mióta az ember beavatkozott az erdőnek a rendjébe, fát vágott ki, és rájött, hogyha nem gazdálkodik vele, nem telepíti újra, nem hasznosítja a területet tökéletesen, akkor az erdők megszűnnek létezni. Az erdők, mint olyanok Magyarországon, hármas funkcióba tagolva teljesítik a feladatukat, itt a fatermesztés, a szociális és üdülés és a védelmi funkciók. Az erdőgazdálkodásra óriási társadalmi igény van, hogy szakszerűen folyjon, gondozottak legyenek a magyar erdők, ahova az emberek ki tudnak menni, pihenni, regenerálódni. Elsődleges feladat azonban mégis az ország fonnyaggal történő ellátása. Tehát ebben az országban évente közel 7 millió köbméter fát termnek, melnek ki az erdőgazdálkodók, állami és magán. Ez biztosítja a faiparnak a működéséhez a faanyagot, a primér választékokat, illetve ezen túlmenően biztosít egy olyan energiaforrást a tűzifa révén, amiből még mindig óriási igény van az országban. Emellett azonban egyre jobban felértékelődik az erdőnek az a szerepe, hogy a klímaváltozás közepette egy nagyon jelentős szénmegkötő a vizes élőhelyekkel együtt. Tehát ha az erdővel jól gazdálkodunk, és az erdőnek ezt a szerepét kihasználjuk, akkor tiszta, egészséges környezetben tudják az emberek élni az életüket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az erdő számtalan helyen véd. Tehát a talajvédelemtől sorolhatnám, az erdőnek a védelmi szerepe soha nem volt elhanyagolható, és az ember, ahogy itt az egész időjárás olyan módon befolyásol bennünket, egyre jobban fölértékelődik. Most az erdőre a magyar állam igen komoly pénzeket fordít a vidékfejlesztésen keresztül, ahogy az előbben is említettem. A jelenlegi ciklusban, abban 310 milliárd forint az a forrás,
amit erdőre fogunk költeni. Itt elsődlegesen az erdőtelepítésnek a preferálása. Utána az erdővel kapcsolatosan az erdőkárok helyreállítása, a szerkezet átalakítása, ahol őshonos fafajokat preferálják, az a fontos, hogy őshonos fafajok kerüljenek a területbe zömében vissza. Meg az erdőkárok, amik keletkeznek, akár tűzkártól, szélvihar, bármi, ezeknek a megszüntetésére, hogy, mert ott a tulajdonos ugye óriási bajba kerül, mikor egy ilyen kár történik, és esztétikailag is rombolja a tájat. Tehát 13 jogcímen fog az erdőgazdálkodás a fiatal erdők ápolásától, most sorolhatnám, ezek a jogcímek folyamatosan januártól 2024-ben július végéig nyílnak meg az erdővel kapcsolatosan, ha már most valaki ennek utána néz, az akkor látja, hogy mikor, milyen jogcím fog megnyílni. Az erdőgazdálkodáshoz fontos kapcsolódási pont a vadgazdálkodás is nyilvánvaló, és mi azt tapasztaljuk legalábbis itt Fejér megyében, hogy ez jó út, mert hogy egyik oldalról odafigyelnek az erdőgazdászok a vadakra is, a másik oldalról pedig hát nyilvánvaló, hogy ez gazdasági kérdés is bizonyos értelemben. Igen, a vadkár egyre súlypontosabb dolog lesz. Az elmúlt 30 évben a magyarországi nagyvadállomány az meg 10-szereződött. Tehát óriási mennyiségben van jelen csülkös nagyvad, itt a gímszarvastól, a dámtól, a vaddisznón keresztül, és az őz is ide tartozik, persze természetesen is. Ezek a területen jelentős károkat okoznak a gazdálkodóknak, úgy a mezőgazdaságban dolgozóknak, mint az erdőgazdálkodásban dolgozóknak. Ugye számtalan helyen látjuk, hogy erdőfelújítások be vannak kerítve, látjuk, hogy ahol olyan növénytermesztés folyik, az szintén meg van védve, de ennek ellenére jelentős vadkár van. Most a vadgazdálkodók és a gazdálkodók és a vadászatra jogosultaknak kell valamilyen szinten együttműködni abban, hogy a vadkárokat megelőzzük. 3,5 milliárd forint összegre tehető az éves vadkárnak a mennyisége, és hogyha ezt sikerülne visszaszorítani, akkor a gazdának meg kell, hogy éljen. Tehát ő neki elemi érdeke, hogyha vet, ő aratni szeretne, és nem a vaddal akarja megetetni. A vadgazdának az érdeke, hogy minőségi jó vadállományt tartson fönn. Most a kettőt csak akkor tudjuk összeharmonizálni, hogyha a vadkárok megtérítése terén lesz egy olyan kompromisszum, amire az Agrárkamara is törekszik, és ezért csináltunk egy egységes vadkár protokollt. Tehát ennek a felmérése egységesen történjen, reálisan, és a vadkárnak a megállapítása úgy történjen meg, hogy minél szorosabban működjenek együtt, hogy jussanak közös kompromisszumra. Tehát ez egy jó út mindenképpen. Reméljük, hogy jó út az. Mint ahogy egy olyan utat választott az Agrárkamara, amely rendkívül fontos. Ugye a közös agrárpolitikáról tudjuk, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, ugyanakkor a Brüsszellel való vitáink is gorcső alá kell, hogy kerüljenek, annál is inkább, mert hogy nagyon is jól tudjuk, hogy a beáramló ukrán gabona rendkívül nehéz helyzetbe hozta a gazdákat, és hát pontosan ezért folyamatosan tiltakozik az egész agrárgazdatársadalom Nagy István miniszterrel az élen, és nyilván ebben főszerep jut a Magosznak, ahogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának is. Én csak azt kérdezném, hogy ugye Idestova 5 esztendeje választották meg, az majdnem csak napra pontosan, ha úgy tetszik, hogy határozottak-e abban a kérdésben, ami történt az elmúlt időszakban, hiszen és most majd a későbbiekben egy levélből idézek, amelyet Lejen asszonynak írtak az agrárszakemberek, mert hogy ugye nagyon is jól tudjuk, hogy az ukrán gabona végül is itt landolt Magyarországon, emellett pedig számtalan olyan termék van, ami meggátolta a hazai agrárgazdák jövőképet. Én azt mondom, hogy egy olyan jövőképet mutatott, ami
botrányos, akár azt is mondhatjuk, ezt a jelző szerkezetet, hiszen nagyon sokaknak elvette a kedvét, ráadásul nagyon alacsony lett a felvásárlási ár, illetve eladhatatlan jó néhány termék. Igen, ez az ukrán gabona egy rendkívül súlypontos kérdés, nem csak Magyarország mezőgazdasága szempontjából, hanem szinte az összes kelet-európai ország szempontjából. Ukrajna itt van velünk, itt van mellettünk, őrületes nagyságrendű termő, jó termő területekkel. Én azonban azt mondanám, hogy nem ukrán gabonáról van szó, hanem Ukrajnából származó gabonáról. Ukrajnában jelen vannak olyan termelők, amelyek Kínából, az Egyesült Államokból, nyugdíjalapok, magánérdekeltségek. A termelésnek nagyságrendileg az ömét ők adják. A legnagyobb ukrán termelő az 6-700 ezer hektár, de még a tizedik is 200 ezer hektár. Nincsenek nekik olyan előírásaik, mint nekünk vannak az Európai Unióban. Tehát akár beszélünk itt vegyszerhasználattól, sorolhatnám olyan korlátozásokig, ami Magyarországon egy agrárökológiai rendszernek egy része, és azért kell így termeljünk, ilyen keretek között, hogy a környezetünket is, a termőföldjeinket, mindent megóvjunk. Ukrajnában itt a profit a lényeg, a profit. A külföldi tőkének a profitja. Na most ez az ukrán gabona, ez megindult keleti irányba, mikor felszabadult a határok és a vámmentesség, minden életbe lépett. Ezt az Unió léptette életbe. Az ukrán gabonának, ha szárazföldön visszük, nem éri meg messzire elvinni, itt ez a keleti régió érdemes. Tehát ez van abban benne, ahova még érdemes logisztikailag ezt a terményt elszállítani. Mi ebbe beleesünk? Így van, ahogy Szlovákia, Szerbia, Bulgária. Igen, Lengyelországot óriási magány. Én vezettem azt a delegációt, amivel Brüsszelben az agrárkamara részéről kim voltunk tüntetni még szeptember 15-e előtt, hogy az Uniónak a tudtára adjuk, hogy nem szabad felszabadítani az ukrán gabonát. Annak idején ez meg is történt, szeptember 15-ig, rosszul mondtam az előbb, ez a korlátozás fennállt. Szeptember 15-e után az Unió újra azt mondta, hogy szabadon áramolhat a gabona és az olajos mag az Európai Unióba. Na most ezeknek a gazdáknak, akik itt vannak, és úgy termelnek, hogy az inputjuk jóval több a földbérlettel, kinek milyen költséggel van még ez megspékelve, és nem tudnak olyan értéket előállítani, amiből meg tudnak élni, akkor ha nem tud váltani valamire, de ugye mire? És nem tud olyan módon gazdálkodni, hogy a családját, önmagát eltartja, akkor tönkre fog menni. Most ebben a kamarának valamilyen szinten lépni kell. Az, hogy mit kell termelni, vagy milyen szerkezetben, ezt mi nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy azonos piaci versenyfeltételek között lehet versenyt csinálni, itt pedig nem azonosak a feltételek, nem azonos az előállított gabonának a minősége, és az is egy érdekes dolog, még ezt még úgy kevesen beszélték róla, meg kevésszer került szóba, hogy azok a külföldi nagytőkések, akik a kelet-európai országokban feldolgozzák a gabonát, mert az élelmiszeriparnak és a feldolgozásnak nagy része még ezekben az országokban külföldi tulajdonban van. Na most ott már van egy olyan fokú összetartozás is, hogy nekik szállítanak. Nem beszélve arról, hogy egész biztos vagyok benne, hogy a kereskedők pedig próbálják ezt a részt kihasználni. Igen. De hát ez egyik se bűn, ha úgy vesszük, de hogyha nem vezetünk be ezekre korlátozásokat, és nem próbáljuk megóvni a magyar gazdákat azért, hogy
továbbra is az ország egészséges, még egyszer mondom, egészséges élelmiszerellátását biztosítják, akkor a kamarának a létjogosultsága sem adott. Tehát nekünk ebben mindenféleképpen lépnünk kell. Ezért született meg szeptember 25-én az a levél, amelyet az agrárszervezetek vezetői írtak alá, aminek az alapja, hogy állítsa vissza Brüsszel az ukrán gabona importtilalmát. Hát nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, mert hogy Lejen asszony ugye azóta sem reagált ilyen értelemben. Viszont a követelésekből néhányat szemezgessünk. A legfontosabb talán az ukrán gabona, vagy az ukrán terményekkel szemben is tartassák be az uniós termelésre vonatkozó környezetvédelmi, illetve növényegészségügyi előírásokat. Ugye ebben a műsorban is számtalanszor beszéltünk már arról, hogy olyan növényvédő szereket alkalmaznak, amelyek Európában tiltottak. Tehát én csak játékosan fölteszem a kérdést, hogy ezt egy holland gazda, ahol nagyon-nagyon szigorúak, és sorolhatnám vég nélkül az európai országokat, ahol nagyon szigorú, mindenféle szempontból és velünk szemben is próbálkoznak egy-két dologban, hogy ahhez ők mit szólnának, illetve hogy kéne piac stabilizáló lépéseket tenni, hiszen a magyar gazdák veszteségei, ahogy itt olvastam, óriásiak, és az a 15,9 millió eurós kompenzáció nem segít abban, hogy ne menjen tönkre a magyar agrárgazdaság alapja a növény. Hát ez először a 15,9 millió eurós kompenzációról. Igen. Hát én már elnézést, de úriember azt mondja, hogy ennyi nem is kell. Igen. Mert ez egyáltalán nincs arányban azzal a vesztességgel, amit a magyar gazdák elszenvednek. A termelés feltételei abszolút nem azonosak. Magyarországon ahhoz, hogy megóvjuk a talajainkat, mert ezen a termőtalajon kell nekünk majd biztosítani mindenkor az országnak az élelmiszer ellátását. Mint mondom, nekünk ez kötelességünk. Ezt azért kell, hogy mindenféleképpen így csináljuk, mert a jövőnek is kell, hogy éljünk. Tehát a magyar gazdának megvan a felelőssége, ugyanakkor megvannak azok az uniós korlátok is, ami szerint gazdálkodni kell. Ez Ukrajnában abszolút nem így néz ki. Évek óta betiltott vegyszereket használnak. Ami nagyon nehezen kimutatható. Szerintem az Ukrajnából származó gabonáknak, de nem csak a gabona, itt ide tartozik a csirkehús, a tojás, tehát egész minden. Széles skálája van ennek, a méz. Hát valami borzalom, hogy milyen minőségű méz érkezik be, és ezt méznek adják el. Tehát, és ezáltal, hogyha ezt behozzuk, a felelősségünk ettől még sokkal több. Óriási teher fog hárulni az egészségtelen élelmiszer fogyasztás miatt az egészségügyre. Hát, az egyik baj szülni fogja a másikat. Én váltig állítom és vallom, hogy úgy szeretek termelni, és úgy szeretek gazdálkodni, és a magyar emberek is úgy szeretnek gazdálkodni, hogyha azonos feltételek között történik meg a gazdálkodás, és akkor ezt nevezhetjük versenynek. Egyébként a sportban olyan ez, hogy aki drogozik, akkor ő sokkal jobb eredményt ér el, vagy bármilyen ajzószert használ, de hát ez nem fair. Igen. Nagyon fontos, hogy Nagy Sándorék, illetve hát közösen az Agrárkamarával, illetve valamennyi gazdálkodó szervezettel nagyon sokat tettek azért, hogy nyugvópontra jusson az agrártámogatások kifizetése. Jelenleg is zajlik nyilvánvaló, hiszen 2024-ben már hozzáférhető lesz nagyon-nagyon sok pénz. Melyek az alapvetések, amelyek mentén kiírták a pályázatokat, hiszen a vidékfejlesztés kulcs kérdése mindenképpen az, hogy a Brüsszelből, illetve amit a magyar kormány hozzátesz ugyanannyit, hogy azt a pénzt úgy legyen befektetve a földbe, illetve a gazdálkodói folyamatokba, hogy az segítse az agrárgazdaságot a következő évtizedekben is. Először is az összeg. Az agrárvidékfejlesztésben egy 4500 milliárd forint az, ami ebben a ciklusban a gazdálkodók rendelkezésére áll.
Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unió által nyújtott támogatást a magyar állam olyan mértékben egészítette ki, hogy az Unió 20%-ot, Magyarország meg még ehhez 80%-ot. Soha nem látható mértékben lehet a mezőgazdaságot fejleszteni, hogy a feladatát maximálisan úgy tudja ellátni, hogy az a gazdáknak, a gazdálkodóknak is megéri, és abból meg tudnak élni. A fejlesztési irányok, azok az egyre fejlettebb technológiák alkalmazásánál kezdődnek. Itt a gépesítéstől, a hatóanyagtól, az olyan hatóanyagtól, ami engedélyezett és ami valamennyire környezetbarát, de ez egy nagyon csúnya kifejezés, mert hatóanyag nem lehet az, de a legkisebb környezetrombolással jár. Azoknak az eszközöknek, tudásbázisoknak a használata, a magyar agráregyetemeken képzett új szakemberek úgy kell, hogy kijöjjenek, hogy abszolút tisztában legyenek azokkal a feltételekkel, ahogy ezt a pénzt mi fel fogjuk használni, és nagyon fontos az élelmiszeripar fejlesztése. Tudnélik, a Magyarországon megtermelt egészséges alapanyagból egészséges élelmiszert mi állítsunk elő saját magunknak. Nagyon érdekes, a külföldön járok barátomnál, akkor ő a saját országa termékét veszi le a porcról, mert azt részesíti előnybe. Nekünk is ez a fontos. Tehát az egész vidékfejlesztés fölépítése afelől megy, hogy fejlett gazdaságunk legyen, a vidék valamennyire fölemelkedjen. Mert ahol gazdagok az emberek, vagy jól élnek, ott egy rendezett vidéket tudunk teremteni. Ahol a vidék rendezett, ott rendezett emberek ülnek, azok élnek, azok dolgoznak, és erre a vidékre a városi ember pihenni, regenerálódni, örömmel megy ki. És ott aztán biztos, hogy egészséges táplálékhoz fog jutni. Igen. Tehát ezt az egész kerek rendszert együtt kell nekünk úgy működtetni, és úgy felfejleszteni ebből a 4500 milliárd forintból, ami egy olyan lehetőség, hogy a magyar mezőgazdaság számára ez nagyon régen volt adott. Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondott, hiszen én azt mondom, hogy a tavalyi rendkívüli asszály, a háborús infláció, az elhibázott brüsszeli szankciók, illetve a vámmentes ukrán termények, és nem csak a búza, stb., hanem az összes többi termény, azért alaposan megnehezítette az önök dolgát, de azt hiszem, hogy, sőt, bizonyos vagyok benne, hogy jó úton járunk, és hát én ehhez kívánok önöknek további kemény munkát, nincs kétségem felőle, hogy nagyon sok dolguk lesz a következő időszakban is, hiszen most egy kicsit pihennek még a földek, de azt hiszem, hogy ilyenkor lehet tárgyalni, és én azt kívánom, hogy jussunk mielőbb egyességre Brüsszellel, hiszen én azt hiszem, hogy Magyarország, mint agrárország, és főleg itt nálunk a mezőföld szívében is mindenki ezt kívánja. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Luzsi József volt az Agrárinfo vendége, az Agrárkamara vidékfejlesztését felelős alelnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, természetesen találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.